A pécsi Pannon Tambura zenekar fellépése után a zágrábi Vátroszláv Liszinszki koncertteremben a horvát testvéri közösség Tamburák generációkon át fesztiválja keretében július 6-án közös koncertet tartott Pécset is. A produkció alkalmával a pécsi Ferences templomban a zenekar vendége volt az amerikai Szent György zenekar. A muzsikusok a távoli Cockburgból, Pennsylvániából érkeztek. A mai napon nagy öröm számunkra, hogy házigazdaként, mint a pécsi Pannon Tambura zenekar, fogadhatjuk Cockburgból vendégeinket, a nagy együttest és az utánpótlást. Közös koncertet adunk Pécsett a Ferencesek templomában. Egy héttel ezelőtt volt egy fesztivál Zágrábban, a Liszinszki koncertteremben, melyre 40 csoport érkezett Kanadából, Amerikából. Mi ott a vendégeik voltunk, és már a régmúltban egy közös koncertet szerveztünk. A Cockburgi csoportot szeretük volna ide elhozni. Ez az egyesület a Horvátska Bratská Jednica közössége, amerikai vezetőségnek az egyesülete. Ők a legnagyobb horvát szervezet, hogy tudom, 135 évesek és régóta aktívak. A két zenekar közti baráti kapcsolat és együttműködés már 2 éve kialakult, amikor a pécsi Pannon Tambura zenekar látogatott ki az Amerikai Egyesült Államokba. Idén az együttműködés csak tovább erősödött horvátországi, majd hazai közös koncertekkel. Az együttműködés már jó ideje tart, hiszen először mi, a Pannon Tambura zenekar mentünk 2 évvel ezelőtt egy amerikai turnéra, Las Vegasbe és Los Angelesbe. Ennek most már 2 éve ott összebarátkoztunk, megismerkedtünk számos emberrel, és most már együtt koncertezünk, nem csak Magyarországon és Horvátországban, de Amerikában is. A közös koncert remek alkalom volt arra, hogy a két zenekar megoszta egymással tapasztalatait, tudását. A közös munka összekovácsolta a zenészeket, melynek eredménye egy közös, fantasztikus tamburazenekari koncert lett. A mai koncerten mindent hallhatunk, majd népzenét, klasszikusokat, melyeket én szereztem a Pannon Tambura zenekarnak, amit még nem hallottak sehol sem eddig. Tehát mindenből hallhatunk majd egy kis ízelítőt. Horvát kollégáinktól, Amerikából pedig meglepetés érkezik. A Pannon Tambura zenekar igen aktív időszakot zárt az amerikaiakkal közös koncertjével, melyet egy kisebb pihenő követ majd a zenekar életében. Szeptembertől viszont újult erővel kezdenek neki a próbáknak, fellépéseknek. Erre a fél évre nyárra most végeztünk, elég sok feladatunk volt. A zágrábi Liszinszkiben is voltunk, itt is koncerteztünk, úgyhogy ránk fér most egy kis szünet a nyár hátra lévő részében. A nyarat követően az ősz folyamán már biztosan várhat a közönség egy koncertet tőlünk a környéken. A 2 évvel ezelőtti amerikai út szervezési feladatait és a zenekar további felkéréseit, karrierjét Fészvári Zoltán is aktívan egyengeti. Számára egy valóra vált álom volt az, hogy sikerült visszahívniuk az Amerikából érkezett horvát zenekart. A mai alkalom egy megismételhetetlen, különleges alkalom. A Pannon Tambura zenekar egy meghívást kapott 2 évvel ezelőtt Amerikába a Horvátska Bratská Jednica Tambura Fesztiváljára. A fesztivál jubileumi fesztivál volt, 35. alkalommal kerül megrendezésre, és épp Las Vegasba történt. Sokat gondolkodtunk rajta, megéri-e nekünk elfogadni a felkérést, vagy sem. Mégis amellett döntöttünk, hogy megpróbáljuk megvalósítani ezt az álmot, ezt a meghívást. Közönségünk segítségével, ami valóban így van, sikerült adományokból összegyűjteni minden eszközt, melyre szükségünk volt ahhoz, hogy odaérjünk arra a fesztiválra. Eljutottunk, ott jártunk, 3 felejthetetlen napot töltöttünk el Las Vegasban. Barátkoztunk az ottani emberekkel, és talán barátságokat is kötöttünk. Azon a fesztiválon a Horvátska Bratská Jednica elnök asszonya megígérte, hogy elhívnak minket egy általam említett koncertre. Elmondta, hogy szerveződik egy hatalmas fesztivál Zágrába, és mi is meg vagyunk hívva. A tavalyi évben jelentkezett is az elnök asszony, megkaptuk a felkérést arra a fesztiválra. Ezzel együtt érkezett még egy meglepetés, miszerint ők is szeretnének hozzánk eljutni. Nem hittem a szememnek, mikor ezt a levelet elolvastam. Ez az álom is megvalósulhatott. Most itt vagyunk, hamarosan megkezdődik a közös koncertünk a Szent György Tambura zenekarral Cockburgból. Nagyon kíváncsi és izgatott vagyok. Az Amerikából érkező zenekar számára nagyon fárasztó,
de egyben kulturálisan nagyon gazdag is az európai körút. Elsőként az anyaországban a zágrábi koncertteremben mutatkozhattak be, majd a pécsi koncert volt megállójuk második nagyobb helyszíne. So we're a Croatian tambori. Mi egy horvát tambura zenekar vagyunk Ogburból, Pennsylvaniából, ami nagyjából 45 percnyire található Pittsburghtől. 2022-ben a Pannon tambura zenekar Pécsről eljött a mi fesztiválunkra, Las Vegasba, a Horvátska Bratska Jelenica szervezésében. Nagy öröm számunkra, hogy lehetőségünk nyílt végre velük ünnepelni a szülővárosunkban. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk és együtt tölthetjük az időt, ápolhatjuk a kapcsolatainkat ebben a csodaszép városban. Ez az első alkalom, hogy itt járunk. A képességeinknek és annak köszönhetően, amit Vegasban tettek, már 50 000 ember ismeri Pécs városát az USA-ban. Ahogy már említettem, nagyon izgatott vagyok, hogy velük ünnepelhetek. Remélem, még hosszú éveken át tart majd az együttműködés, és ha bármikor Horvátországba utazunk, megállunk majd Pécsen is.